A Nagy Vagy című országos vetélkedőn vett részt nemrégiben a Várdomb Alsónána általános iskola. Kozma Zsuzsanna testnevelő tanár azt mondja, kicsit kétkedve állt a versenyhez, nem gondolta, hogy kisiskolaként van esélyük bejutni az országos szintű megmérettetésre. A szerencse azonban melléjük szegődött, és beválogatták őket a 18 iskola közé. Nagyon örültem neki. Akkor egyből értesítettem ugye az igazgatónőt, és utána össze kellett ugye üljünk, mert ugye meg voltak határozva, hogy milyen korosztály, milyen korcsoportú gyerekek vehetnek rajta részt. És úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon nehéz feladat, hogy kiválogatni ugye a gyerekeket, vagy összeszedni, hogy most kit vigyünk, kit hagyjunk itthon. Ez is egy nagy fejtörés, de... Igyekeztünk úgy, hát mivel ugye javarészt ugye legtöbb az vizes feladat volt, és ugye hát lassan már 2 éve nem voltunk ugye úgymond úszodában, de a gyerekeket ugyanúgy tanítjuk úszni. Ezért ugye igyekeztünk olyan gyerekeket összeválogatni, tehát akinek megvan már a vízbiztonsága, és azért kicsit talán mondhatni így az eredményeiket is néztük, hogy el tudjuk őket vinni. És akkor így állt végül is össze, hogy 4 alsós tanuló és 2 felsős, illetve az egyik felsősnek az édesapja, illetve jó magam. Készülni elég nehezen tudtunk rá, mivel a körülmények nem voltak annyira jók számunkra, mint akár a többi iskolában, hiszen nekünk a környéken sajnos nem volt egy úszoda sem, ahova mehettünk volna. Vagy zárva voltak, vagy csak nem fogadtak gyerekeket a vírus miatt, de a lehető legtöbbet készültünk rá, amire volt lehetőség, és próbáltunk azért az összes feladatra gyakorolni. Főként vizes feladatok voltak, nem voltak egyszerűek. Nagyon élveztük igazából az egész forgatást. Csak szárazföldi jellegű feladatokat tudtunk végrehajtani. Én itt kiemeltem, tehát fontos volt az, hogy azért a koordinációs képességeket esetleg ahhoz hasonló vízhez kapcsolódó feladatokat végezzünk, tehát hogy amit érezzük egy kicsit ugye azt a víz közeget, tehát olyan jellegű feladatokat állítottam össze. A verseny során minden iskolát egy híres sportoló erősített. A Tolna megyei csapathoz Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok, magyar párbajtőröző csatlakozott. Reggel mentünk, ugye korán kellett érkezni, ugye megvártuk az összes csapatot, tehát ugye mint említettem 18 iskola volt, 3x6 fős csapatok álltak össze. Ugye mi az első elő részben voltunk, a fehér csapatunk volt, minket, mint csapatkapitány Esztergályos Patrik párbajtőröző erősített. Tehát ő is azért úgymond egy inspiráció volt ugye a gyerekeknek, a csapatszellem az megvolt hozzá, úgyhogy nagyon jó hangulatban, tehát egy ilyen már maga az, hogy mint kisiskola, így elmondható, hogy részt vettünk rajta, és tényleg egy élmény volt a gyerekeknek. Hát annyi ugye, hogy egész napos volt, és ugye ott is, tehát ugye 18 iskola mérkőzött meg, tehát ugye csoportonként indultunk, tehát azért egy kicsit ez a várakozási idő is ugye benne volt, de tehát le a kalappal a gyerekek előtt, mert kitartóan végig dolgozták, úgyhogy tényleg egy nagy élmény volt számukra is, és számomra is, hogy láttam őket, hogy tényleg azért ennyi felkészülés vagy lehetőséggel azért mégis neki tudtunk vágni. A várdombi csapat végül az első elődöntő 6. helyezettjeként végzett. A gyerekek minden percét élvezték a megmérettetésnek. A diákok nagy lelkesedéssel és odaadással teljesítették a feladatokat. Nekem nagyon tetszett, és szerintem a csapattagjaim, a csapatomnak is tetszett. A vizes feladatokban nem vettem részt, mivel nem vagyok elég jó úszó, de nekem tetszettek. Ősszel is lesz majd egy forduló, viszont ott már szárazföldi feladatok vannak, és én mondtam, hogy mindenképpen várom az e-mailt, hogy szeretnénk jelentkezni, és másik gyerekeket is elvinni és eljutatni, illetve ezeket az örömöket, élményeket számukra is szuper megalapozni. Szuper.